Ez a kép fogadta szerda reggel az egyik budai úti sírkövest, ismeretlenek az éjszaka folyamán bemásztak telephelyére, és több kiállított sírt is összetörtek. A kár összesen csaknem 15 millió forintra rúg, 27 kiállított követ törtek össze. Egy-egy ilyen sírkő értéke 6-700 ezer forint, de a megrongált márványsírok között van olyan is, ami több mint 1 millió forintba kerül. Az egyik szomszéd hallotta az éjszaka történteket. Azt mondja, lefekvés előtt 4-10 környékén tűzijátékszerű zajra lett figyelmes a telephely irányából. Amikor kinéztek az ablakon, sötét alakot láttak. A rendőrségnek azonban nem mertek szólni, mert féltek. Kérdeztük is egymástól, párom meg a vő, hogy mi lehet ez. És mondja a párom, hogy lehet, hogy tűzijáték. Hát mondom, akkor kijövök, megnézem, mert konyhaablakból nem láttam, és hát akkor láttam egy alakot, hogy még kettő sírkövet akkor döntött el. A telephely cégvezetője azt mondja, március 1-én nyitott volna ki, így viszont nem tudja, mi lesz, hiszen a sírkövein még nem volt biztosítás. A végére akar járni az ügynek, bízik a rendőrség munkájában. Ezen felül 5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel, hogy kiderítse, kik voltak a tettesek. Jelen pillanatban ott vagyunk, hogy úgy állunk, hogy 5 millió forintot szeretnénk felajánlani, amit ügyvédi letétbe helyeznénk a nyomravezetőnek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást az ügyben. A helyszíni szemle megtörtént, így az elsődleges adatok alapján megállapítható, hogy ismeretlen elkövetők jártak a sírköves cégnek az udvarán, és miután behatoltak a telepre, az ott kiállított sírköveket megrongálták, mégpedig úgy, hogy a sírköveket ráborították a fedlapokra, illetve az oldallapokra. A cégvezető szerint szakszerűek voltak a vandálok, csak a drágább sírköveket törték össze. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy egy rossz akaró volt-e az elkövető az egyik konkurens vállalkozástól.